Érdemes kivárni. Néhány forinttal még emelkedhet a léalma ára. Jelenleg ugyanis 17-18 forintért veszik át az ipari alma kilóját a feldolgozók. Kis pénzzel is elkezdhetik, akár havi néhány ezer forintot is érdemes lehet befektetni, azonban mindenkinek szem előtt kell tartania, hogy milyen kockázatot hajlandó vállalni. Megelőzés az iskolákban, ismét igényelhető a HPV elleni védőoltás, idén is a 7-es lányok kaphatják ingyen. Ha kivárnak a gazdák, néhány forinttal még emelkedhet a léalma ára. Jelenleg ugyanis 17-18 forintért veszik át az ipari alma kilóját a feldolgozók. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Idén kevesebb lesz a termés, ha a tavaszi fagy és vihar megtépázta a szabolcsi gyümölcsös kerteket. De nem csak itt, hanem az országban máshol is kevés lesz a jó minőségű étkezési alma. A helyzeten pedig tovább ronthat, ha itthon megjelenik az olcsóbb lengyel alma. A tavaszi fagy nyomai láthatók az étkezési almán, ebben a fiatal ültetvényben is jelentős kár keletkezett. A fagy után jég jött, és a szabolcsi almásgazdák nem sok jóra számítanak az idén. Étkezési alma kevés lesz az ültetvények nagy részéről, csak léalmát lehet majd szüretelni. Egyébként a termésmennyiség is jóval kevesebb lesz, mint tavaly, de a feldolgozók ennek ellenére sem emelnek az árakon. Jelenleg 17-18 forintért veszik át az ipari alma kilóját. Azt szeretnénk, hogyha valamilyen eszközzel a feldolgozókat arra lehetne elmozdítani, hogy legalább 20 forint fölé menjen ez a mostani 17 forintos ár. Az a kompenzációval már egy olyan lélektani határ ez a 20 forint, amikor lehet, hogy a gazdálkodók elfogadnák, hogy ez az év így sikerült, de ezzel a 17 forinttal senki nincsen kibékülve. Olyannyira, hogy a szakmai szervezetek arra biztatják a gazdákat, várjanak ki az értékesítéssel. Erről Takács Ferenc, az Alma és Egyéb Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanácselnöke beszélt 35 perc című műsorunkban. És ez a nagyon alacsony ár, amivel most megindult a szezon, ez 17 és 18 forint nettó kilónkénti árat jelent. Ez annyira kevés, hogy a 5 forint kilogrammonkénti felvás szedési költség, valamint a beszállítási költség után 6-7 forint marad a termelőnél. Tehát ez már egy olyan lélektani határ, hogy nagyon sokan gondolhatják azt, hogy le sem szedik a gyümölcsöt. Ez nem csak nálunk van így, tehát tájékozódtunk a lengyel partner szervezeteknél, és Lengyelországban is nagy felháborodás van az alacsony, hasonló mértékű ipari almaár miatt. Ők is azt javasolják a termelőiknek, hogy várjanak ki, próbáljanak úgymond nyomást gyakorolni a feldolgozókra, hogy nem szállítanak. Tavaly 520 ezer tonna alma termett, ebből a Li üzemek 300 ezer tonna mennyiséget dolgoztak fel, egyéb ipari hasznosításra, befőtt és puding készítésre pedig 30-50 ezer tonna között került a gyümölcsből. Akár havi néhány ezer forintot is érdemes lehet befektetni, azonban mindenkinek szem előtt kell tartania, hogy milyen kockázatot hajlandó vállalni, mondják a pénzügyi szakemberek. Az alacsony jegybanki alapkamat miatt mostanában előtérbe kerültek a különböző célú megtakarítások, amelyekhez sok esetben állami támogatást is igénybe lehet venni. Elemzők szerint több mint 3400 milliárd forintnyi látra szóló betét van a hazai pénzintézetek számláin. Az alacsony 0,9%-os jegybanki irányadó ráta miatt az így elhelyezett pénzek után csak minimális kamatot fizetnek a bankok a tulajdonosoknak. Ezért a gazdasági szakemberek azt tanácsolják, hogy aki teheti, tervezze meg pénzügyeit, és többfajta befektetési lehetőségből állítson össze magának portfóliót. A biztonságos, klasszikus betéti megtakarításokhoz, illetve az ezen túlmutató befektetési termékeken túl az ügyfelek szeretnék a különböző célú megtakarításait elhelyezni. Tudunk olyat javasolni, hogy hosszabb távú megtakarítás, itt gondolunk, hogy lakás célú megtakarítás, illetve az öngondoskodás, konkrétan nyugdíj előtakarékossági számla típusú termékre, illetve nálunk elsődleges cél, illetve mindig az ügyfeleknek azt javasoljuk, hogy már kis összegektől is érdemes megtakarítani, 2-3 ezer forinttól már érdemes havi rendszerességgel elhelyezni betétet, illetve megtakarítás befektetést.
A pénzügyi tanácsadó iroda vezetője televíziónknak elmondta, a magasabb tőkével rendelkező befektetők számolhatnak nagyobb hozamot ígérő termékekkel is, azonban ezeknek a kockázata is jelentősen nőhet. Szem előtt kell tartani, hogy a hozam, a likviditás és a kockázat, a biztonság együtt nem jár. Tehát valamit fel kell áldozni, ha pedig nagyobb hozamot akarok elérni, nyilvánvaló, ha olyan célom van, hogy tőkét növelek, magasabb hozamot akarok, akkor tudni kell, hogy ennek van kockázata, itt lehet veszteségem. De lehet nagyobb nyereségem, nagyobb hozamom, mint egy sima, biztonságos befektetésnél. Fazekas Sándor hozzátette, akinek befektetési szándékai vannak, de nem jártas a pénzügyi tervezésben, kérje szakértő segítségét. A bankok mellett ingyenes tanácsadást nyújt a Kereskedelmi és Iparkamara épületében található pénzügyi tanácsadó iroda. Ismét igényelhető a HPV elleni védőoltás, idén is a 7. lányok kaphatják ingyen. Az általunk megkeresett gyermekgyógyász azt mondta, a védőoltás azért szükséges, mert a humán papilloma vírus bizonyos típusai olyan elváltozásokat hoznak létre, amelyek rákká fejlődhetnek. A szülők szeptember 13-áig kérelmezhetik lányaiknak az oltást. HPV, azaz humán papilloma vírus a méhnyakrák kórokozója, ellene is van védőoltás, beadatása széles körben javasolt, legideálisabb esetben a szexuális élet megkezdése előtt. Magyarországon 2014 őszétől ingyenesen kaphatja minden 7. osztályos, 12. életévét betöltött lánya védőoltást. Az oltóprogramban eddig 70 ezer gyermek szerezhetett védettséget, az általunk felkeresett gyermekgyógyász azt mondta, az oltás és a rendszeres szűrővizsgálatok együttes alkalmazása optimális védelmet jelent a betegséggel szemben. A világon több mint 500 millió nő hal meg karcinómába, méhnyakrák karcinómába, és ez az oltóanyag nagy valószínűséggel kivédi ezt a betegséget. Azért ez a korosztály hát illetékes, és az a legjobb, ha ez a korosztály kapja meg ezt az oltóanyagot, mert ebben a korban még nem hát szexuális aktivitás nincsen, és olyan időbe kapják meg a gyermekek, amikor kifejlődik egy olyan immunreakció, hogyha találkozik ezzel az egyébként mindenütt jelenlevő vírussal, akkor nem betegíti meg a szervezetet. A szülők idén szeptember 13-áig ilyen igénylőlapon jelezhetik, hogy lányuknak kérik-e a védőoltást vagy sem. Itt a Nyíregyházi Bem József Általános Iskolában a gyerekek az első tanítási napon megkapták a tájékoztató levelet arról, hogy mi a módja annak, hogy megkapják ezt a védőoltást, ezt a levelet hazavihették, otthon megbeszélhették, és majd az iskola védőnője a 7. osztályos szülőértekezletekre elmegy, és ott részletesen tájékoztatja a szülőket ennek a módjáról. A méhnyakrák egyes felmérések szerint a második leggyakoribb rosszindulatú daganat hazánkban évente 1200 új méhnyakrákos megbetegedés diagnosztizálnak, és több mint 400 nő hal meg. A HPV elleni védőoltás szexuálisan aktív nők számára is adható, sőt ajánlott, mivel minden nemi életet élő nő ki van téve a daganatkeltő fertőzés és újrafertőzés veszélyének. A pár évvel ezelőtti oltóanyag ára mára csökkent, korábban 3 oltásért összesen akár 90-100 ezer forintot is fizethettek azok, akik beadatták maguknak vagy gyermeküknek az oltást. Most már elég akár 2 oltás is, egy vakcina pedig körülbelül 15-16 ezer forintba kerül. 7 pontban foglalta össze a magyar önkormányzati autonómia úgynevezett nemzeti minimumát az együtt, közölte a párt nyíregyházi elnöke. Lővei Csaba hozzátette, az önkormányzatok önállósága a demokratikus állam fékrendszere, ezért is fontos a függetlenségük. Így például helyi szinten szerveznék és működtetnék a közszolgáltatásokat, valamint a helyi foglalkoztatás erősítése is az önkormányzat feladata lenne, hangzott el a sajtótájékoztatón. Azt gondoljuk, hogy a legfontosabb ezek közül az, hogy az önkormányzatokat felülről nem lehet irányítani, ehhez pedig az szükséges, hogy az önkormányzatoknak maradjanak anyagi lehetőségei, tehát szerintünk az a legfontosabb, hogy az önkormányzati feladatokhoz a kormányzat biztosítsa az anyagi lehetőségeket, vagy legalábbis az önkormányzatoktól ne vonja el azokat a lehetőségeket, amelyeket ők megszereznek helyi adókban például.
Konti Gyuláról, Nyíregyháza első tűzoltó parancsnokáról nevezték el a Megyeszékhely Tűzoltó Múzeumát. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófa védelmi igazgatóság épületében az emlékhely különleges relikviákat őriz, és többek között a 110 évvel ezelőtt Milánóban rendezett nemzetközi tűzoltó verseny győztesei előtt tiszteleg. A nyíregyházi önkéntes tűzoltó csapat képviselte Magyarországot 1906-ban a milánói nemzetközi tűzoltó versenyen. A csapat a maximális 30 pontból 24,5 pontot szerzett, ezzel aranyérmesek lettek a nyíregyháziak. A díjhoz járó pénzjutalmukat az akkori olasz földrengés áldozatainak ajánlották fel a győztesek, hangzott el a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság emlékülésén. A megyei igazgató kiemelte, szeptember elején több eseményt ünnepelnek a nyíregyházi megyebeli tűzoltók. Az egyik esemény az, hogy 110 évvel ezelőtt a nyíregyházi önkéntesek Milánóban megnyertek egy nemzetközi versenyt, első helyezést értek el. A második apropó pedig az, hogy a tűzoltó relikviánkat az 1944-es, 45-ös időben a nyíregyházi tűzoltók nem adták át az amerikaiaknak, hanem elrejtették, és 40 év után sikerült rátalálni, amit most a Tűzoltó Múzeumunkban látható. Ezek a képek 1986-ban készültek Linztől nem messze, akkor találták meg az évtizedekkel előtte elrejtett tűzoltó relikviákat. Ezt a múzeumban látható babérkoszorút is a megyebeli régészek találták meg. Az emlékülésen az ásatás vezetője Németh Péter is szót kapott. 35 tárgy került elő, ezek között 5 darab sajnos tönkrement olajkép volt, a talajvíz tönkretette. A maradék 30 tárgynak a zöme szerencsére ezüstány volt, úgyhogy a kis a korróziótól eltekintve szinte épségbe kerültek elő. Például ez az 1800-as évekből való versenydíj. Megtalálásának pillanatát is megörökítették, a tűzoltó relikviákat őrző emlékhelyet pedig most nevezték el Konti Gyuláról, Nyíregyháza első tűzoltó parancsnokáról. Az ünnepségen emlékplaketteket is adtak át, többek között a megyei közgyűlés alelnökét is díjazták. Az ünnepséget a megyeháza előtti téren zárták, ott a milánói verseny és a győztes nyíregyházi emlékére gyakorlatoztak a tűzoltók, korhű ruhákban, korhű eszközökkel. Molnár Ibolya festőművész képeiből nyílt kiállítása a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A tárlatról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. 3 arany, 2 ezüst és 8 bronzérmet szereztek a balkáni birkózók saját rendezésű nemzetközi versenyükön, így az együttes a 3. helyen végzett a csapatok rangsorában. Az utánpótlás viadalon 6 nemzet 221 birkózója lépett szőnyegre. Továbbra is hibátlan a nagy ecsed a labdarúgó megyei első osztályban. Ádámszky Róbert együttese a 4. fordulóban 2-0-ra győzött Mendokon, így 12 ponttal kapott gól nélkül vezeti a tabellát. Molnár Ibolya festőművész képeiből nyílt kiállítása a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A művész életében gyermekkora óta fontos szerepet játszik a természet és a művészet szeretete. Festészete most fordulóponthoz ért, új képeit szeptember 30-áig tekinthetik meg az érdeklődők. Molnár Ibolya festményei biológiai pontossággal ábrázolják a természet szépségeit. Ez annak is köszönhető, hogy a Nyíri Arborétum vezetőjeként nap mint nap szemtanúja a növények fejlődésének, változásának. A megnyitó Szepesi Béla grafikus művész azt mondta, a táj magában nem szépség, a művész munkája által látjuk annak, ami a tárlat képein is látható. Molnár Ibolya szinte csak új festményeit hozta a kiállításra, amelyek jellemzően világosabb színű és derűsebb hangulatú képek, mint korábban. A festő saját bevallása szerint életében mindig fontos szerepet játszott a természet és a művészet szeretete, valamint ennek összhangja. Végül is a természet szeretete az mindig megvolt. Édesapám is biológus, én is szintén, de a természet be való rajzolás, festést, azt már félig felnőtt fejjel kezdtem,
és úgy tanultam később ugye a főiskolán a rajzolás festést, mert ha már én szeretem a természetet, akkor nyilván szeretném ezt papírra vagy vászonra vetni, és a magam gondolatain, érzésein átszűrve kifejezni. Molnár Ibolya festészetében álmokat, érzéseket és gondolatokat próbál átadni a közönségnek. Jelenlegi kiállítása a könyvtár nyitvatartási idejében, szeptember végéig megtekinthető a 3. emeleti kamarateremben. Három arany, 2 ezüst és 8 bronzérmet szereztek a balkányi birkózók saját rendezésű nemzetközi versenyükön. Így az együttes a 3. helyen végzett a csapatok rangsorában. Az utánpótlás viadalon 6 nemzet 221 birkózója lépett szőnyegre. Balkány már évtizedek óta fellegvára a honi birkózósportnak, az elmúlt években pedig az egyik legnagyobb hazai utánpótlás versenynek ad otthont a város sportcsarnoka. A különböző viadalokon kialakult kapcsolatoknak köszönhetően a határon túlról is érkeznek birkózók. Ezúttal Olaszországból, Ukrajnából, Szlovákiából, Romániából és Moldovából jöttek vendégek, akik a legjobb magyar utánpótlás nevelő egyesületek birkózóival mérhették össze tudásukat. Létszámban sajnos kevesebben jöttünk össze, mint tavaly. Tavaly 270 gyerek indult, most 221. Viszont külföldi csapat egy nemzettel, külföldi csapatok egy nemzettel bővültek. Moldáviából jött el egy csapat, akiket Erdélyben sikerült megismerni. Sála Jóstenek elfogadták a meghívást. Moldáv csapaton kívül olasz barátaink vannak itt Felvidékről, Szlovákiából érkeztek, Beregszászról vannak még, és Erdélyből Székelyudvarhely, illetve a magyar klubok, kb. 30-32 klubban Magyarországról. A megyei szövetség elnöke bízik abban, hogy a vártnál szerényebb riói szereplés nem lesz negatív hatással a sportág jövőjére. Eddig minden olimpia után, amikor volt egy-egy dobogós vagy bajnokunk, vagy több dobogósunk is volt, például Londonban, akkor több ezerrel nőtt a leigazolt versenyzők száma. Ez most valószínűleg nem így fog történni ebbe az évben, de a sportágfejlesztési támogatás folyósítása továbbra is reményt ad a sportágnak. Mi 2013-ban letettük a kormánynak a sportágfejlesztési koncepciót, egy 7 éves, 2021-ig szólót. Ebbe most lassan oda jutunk a középszinten, amikor a birkózó akadémiáknak kellene azt a korosztályt megfogni, ami 14-18 évig, mielőtt felnőtt belép, hogy ne hagyja ott a sportágat, és egy komoly utánpótlás bázist tudjon majd a felnőtt versenyzőknek jelenteni. A csapatversenyt a fővárosi SMTK nyerte a Diósgyőr és a Balkányi Ese előtt. Utóbbiak 3 arany, 2 ezüst és 8 bronzéremmel zárták a viadalt. A balkányi birkózók ősszel a diákolimpiai versenyeken, valamint a Hajdú, Borsod, Heves, Szabolcs megyei közös utánpótlás sorozat állomásai lépnek majd szőnyegre. Továbbra is hibátlan a Nagy Ecsede a labdarúgó megyei első osztályban. Ádámszky Róbert együttese a negyedik fordulóban 2-0-ra győzött Mandokon, így 12 ponttal kapott gól nélkül vezeti a tabellát. A Nagy Ecsed szombaton a Tuzsért fogadja. Gólzáporos meccseket is hozott a labdarúgó megyei első osztály negyedik fordulója. A Rakamaz 6-0-ra verte a Gyulaházát, a Sényű pedig 5-2-re győzött Szakolyban. A Tiszavasvári 3-1-re bizonyult jobbnak a Baktalórendházánál, a Nagyhalász Tuzséron nyert 2-0-ra, a Mátrészalka Vásárosnamény találkozó 2-0-ás, az Ibrány-Fehérgyarmat mérkőzés pedig 1-0-ás hazai győzelemmel zárult. A Nyírgyulaj Balkánymeccs 2-2-es döntetlennel végződött. A Nagy Ecsed Mándokról vitte el a 3 pontot 2-0-ás sikerével, így Ádámszky Róbert együttese továbbra is hibátlan a szezonban. Számítottunk a jó rajtra, mert azért úgy készül gondolom minden csapat, hogy nem szeretne befülödni a rajtnál. Hát ennyire azért mi se számítottunk rá, hogy kapott gól nélkül hozzuk le a némérkőzést. Hát nagyon örülök neki, hogy ezt a periódust kéne tovább kitolni.
A tabella élén a Nagyecsed áll 12 ponttal megelőzve a 10 pontos Balkányt. A Rakamaznak, a Tuzsérnak és a Tiszavasvárinak egyaránt 9 pontja van. Őket a két 7 pontos csapat, a Nyírgyulaj és a Nagyhalász követi. A tabella végén egy ponttal a Mándok áll. Az 5. forduló rangadóján a Nagyecsed a Tuzsért fogadja. Biztos egy masszív csapat érkezik hozzánk, azt hozzátér megint, ahogy egyedül őket nem tudtuk megverni egyik mérkőzésen sem. Hát van bennünk egy kis bizonyítási vágy, meg most már azért megnőtt a közönségnek is úgymond az étvágya, meg nekünk is, hát én remélem, hogy nagyon jó mérkőzésen sikerül otthon tartani 3 pontot. A forduló további párosítása a következő: Vásárosna mint Tiszavasvári, Magtalórendháza Mándok, Fehérgyarmat Máté Szalka, Nagyhalász Rakamaz, Gyulaháza Szakoly, Balkány Ibrány és Sényő Nyírgyulaj. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. Ha kivárnak a gazdák, néhány forinttal még emelkedhet a léalma ára. Jelenleg ugyanis 17-18 forintért veszik át az ipari alma kilóját a feldolgozók. Idén kevesebb lesz a termés, a tavaszi fagy és vihar megtépázta a szabolcsi gyümölcsös kerteket, de nem csak itt, hanem az országban máshol is kevés lesz a jó minőségű étkezési alma. A helyzeten pedig tovább ronthat, ha itthon megjelenik az olcsóbb lengyel alma. Akár havi néhány ezer forintot is érdemes lehet befektetni, azonban mindenkinek szem előtt kell tartania, hogy milyen kockázatot hajlandó vállalni, mondják a pénzügyi szakemberek. Az alacsony jegybanki alapkamat miatt mostanában előtérbe kerültek a különböző célú megtakarítások, amelyeket sok esetben állami támogatást is igénybe lehet venni. Ismét igényelhető a HPV elleni védőoltás, idén is a 7. lányok kaphatják ingyen. Az általunk megkeresett gyermekgyógyász azt mondta, a védőoltás azért szükséges, mert a humán papilloma vírus bizonyos típusai olyan elváltozásokat hoznak létre, amelyek rákká fejlődhetnek. A szülők szeptember 13-áig kérelmezhetik lányaiknak az oltást. A Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 7-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, műsorainkért és további hírekért pedig keressék honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, csütörtök estig a Kárpát-medence időjárásában nem lesz változás, folytatódik a szeptemberi nyár. Éjjel derült idő várható, csapadék nem lesz, a keleti szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt változó irányú szél lesz a jellemző. Reggel általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben derült, napos, száraz idő várható, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 28 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A nyáriasan meleg idő a következő egy hétben is folytatódik, sok napsütéssel, nappali gomoly felhőkkel, kevés fátyol felhővel. A hétvégén és a jövő hét elején erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, ekkor elszórtan előfordulhat záporeső, zivatar, de az ország legnagyobb része szárazon marad. A csúcshőmérséklet napközben mindvégig megközelíti, sőt helyenként eléri a 30 fokot.